Sziasztok, Rutkai Bori vagyok, és arra gondoltam, hogy mesélek nektek a bábjaimról, hogy hogyan születnek. Először is kell hozzá egy zenekar, ami legyen a Rutkai Bori Banda, ahol énekelek, írom a dalszövegeket, dudolom a dalokat, amit aztán a zenekari tagokkal, Kristoffal, Zsomborral és Danival feldíszítünk, és ilyen szép könyveket készítünk nektek, a Sárkánynyárkányt és a Pizsamátort, amit illusztrálok is, és benne vannak a CD-k. És hogy a koncertek is színesek legyenek, horkolok hozzá bábokat, például itt van velünk Ubi Cica, ami egy nyakba tehetős boszorkány macska, és a Bossi pedig a Hecsedli nevű főzős kedvű boszorkány. Hecsedli, azaz csipkebogyó, zokniból szokott pörköltöt főzni, és a végén sajnos általában odaégeti ezt a zokni pörköltöt. Itt találtam még a fazékban egy napocskát, ő a Nap és a Tó című dalnak a szereplője, vele szoktam belecsobbanni azokba a körökbe, amiket a gyerekek, anyukák, apukák szoktak alkotni, és a körtáncba végig táncolok a napocskával én is. Itt van fő-fő totemállatunk, az első könyvünk főszereplője a Sárkány Járgány, és van neki kipufogója, illetve egy klapec vezeti a Sárkány Járgányt. Tűzetugád a kipufogója, wab, 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 bum, bum, bum. Gyorsabban száll, mint a robot gólya, wab, 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 bum, bum, bum. És egy másik repülő lényünk, békalepke, egy igen összetett személyiség, egyszerre béka és lepke, és szerető Dániel basszus gitárosunk gyönyörűen tudja utánozni a békalepke hangját, mi szerint. Szép vagyok én. Milyen szép vagyok én. És ezután a béka és sárkány puszi után bemutatom nektek Űr Lajost, aki űrhajójával bolyong a csillagok között. Haját fújja a szél, a sötétben sosem fél, mert fénylő csillagok kísérik útját. Itt a bátor űrhajós, csillagszemű űrlajos, itt a bátor űrhajós, csillagszemű űrlajos, 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 itt a bátor űrlajos. Zenekarról is készült egy horgolvány, hátán látható Zsombor, Kristóf, Dániel és Borbála. Itt vannak legfrissebb vendégszereplőink, Trizipizi néni és Rizipizi bácsi, a Rizipizi diszkónak a két fantasztikus táncosa. Rizipizi bácsi, háú, lézer-blézerben szokott a diszkóba járni, Rizipizi nénivel reggelik az egész műsor végig. Másik tatyunkban találok itt még egy kínai akrobatát, a Citrom Cirkuszból, akinek minden csontja gumiból van, igen hajlékony, és ösztönöz minket, hogy tapsoljunk a Citrom Cirkuszban, például egy majom idomárnak, és a majmunkat pedig arra idomítjuk, hogy kinyújtsa a nyelvét a kedves közönség felé. És itt van egy nagyon bájos egérhölgy, a Nincs Itthon a Béla bácsi című számunkban szoktunk vele táncolni, amikor is az egerek kirámolják Béla bácsi kamráját, és az egérhölgy pedig ropizacskó szoknyácskában forog, ahogy a kislányok is szoktak a koncerten. Majdnem elfelejtettem egyik legfontosabb vendégművészünket, Borszívót. Eredetileg egy felnőtt koncertre találtuk ki, és horgoltam meg, elbújtatva benne egy igazi porszívót, a Pizsamától című könyvben egy saját dallal is szerepel. Amerre megy, arra búg, amerre zúg, arra megy, ahol forka varog, a nyaka tekerek. Ha a bormacskákat kergeted. Bónusz meglepetés, hogy amíg ülök, az talán az egyik legrégebbi horkolványom, ez egy terepasztal, egy gyerekágy méretű terepasztal, a neve Kukutyin, van rajta Vulkán, és hogyha üzembe helyezzük, akkor egy egész kis vonatot fel lehet rá szerelni, és hegyek között, völgyek között zakatolhat a vonat. Itt van két gombolyag, amikkel bemutatom azt, hogy valójában tényleg én horkolom ezeket a bábokat, és aztán megtanítalak titeket egy nagyon egyszerű
technikára, amihez ne horgoló tűz sem kell, csak az ujjatok. Először is a legfontosabb a csúszócsomó elkészítése, és hogyha már van egy csúszócsomónk, amit így tudok eltüntetni, és már el is tűnt, újból meg tudom csomózni, és elindul a horgolás. Most horgoló tűvel, de hogyha leteszem a tűt, akkor az ujjaim segítségével is tudok horgolni, és így tudtok akár egy kis karkötőt, vagy babahajat formázni. Ha meg több fonalat vesztek a kezetekbe, akkor még vastagabb ilyen fonatokat is tudtok készíteni. Ez a horgolás alapja. Jó bábkészítést és bábozást kívánunk! Találkozunk a koncerteken. Sziasztok!